Nem szabadna eljutni oda, amikor már az egészségügyet újra kell éleszteni, mert nem biztos, hogy sikerülni fog. Mondta egy interjúban Kusper Zsolt, a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének nem régében leköszönt elnöke, több mint öt évvel ezelőtt. De vajon mi a helyzet azóta? Sziasztok, ez itt a Lózunk, már is kezdünk. Köszöntjük hallgatóinkat és meghívott vendégünket a stúdióban, Lengyel Tibort, a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének alelnökét. Üdvözlöm! Köszönöm szépen, üdvözlöm Önöket! Mai műsorunkban az egészségügyi dolgozók és különös tekintettel a mentők helyzetéről, a velük kapcsolatos szándékosan félrevezető kormányzati propagandáról, a méltatlanul alacsony bérekről, illetve a szakemberhiányról beszélgetünk többek között. Mindenek előtt egy, ez egy tavalyi személyes történetet szeretnék kezdeni. Egy családtagomnál tavaly januárban két odali gyulladást alapított meg a házi orvos, és ugye nyilván lett ez mi egy komoly dolog, azonnal értesítette a, a tehát megrendelt egy mentőkocsit, viszont összességében a mentőkből négy órával később értek csak ki, és úgy, hogy már kétszer telefonáltam külön az OMS-nek, először azt mondták, hogy hát nem tudják, mi a pontos helyzet, de utána néznek a kocsinak. A második telefonálásom, az pedig már három órával később volt, akkor azt mondták, hogy jó, akkor most nyitanak fixen újra egy autót. Um, és, ez, és Budapestről beszélünk. Ön szerint ebben a ebben a helyzetben mi okozhatta a, a fennakadást? Tehát a, a rendszer anomáliája, vagy kapacitás hiány, vagy egyszerűen csak valahogyan elkalódott a házi a, a mentő megrendeléses telefonja? Hát ennek több oka is lehet. Ez fordult ez az elkalódás is, bár azt gondolom, hogy azért ez a legkisebb eséllyel ez, az, ez történhetett. Ugye, amit mi mindig hangoztatunk a mentő Mentődolgozók Szövetsége, mint a az Országos Mentőszolgálat legnagyobb szakszervezete, az az, hogy munkaerő küzd a mentőszolgálat. Ennek a munkaerő hiánynak a leges, legérzékenyebb gócpontja az Budapest, ugyanis is említette, hogy a budapesti esetről van szó. Tehát itt a legnagyobb a, a hiány munkaerő tekintetében, ellenben a, a, mentési feladatok száma területi, illetve lakosság elosztásban viszont itt a legnagyobb tehát itt egy ellentét áll fönt pontosan ebből kifolyólag. Ezt a, ezt a problémát hát, érzékelte ugyan a mentőszolgálat már legalább tíz évvel ezelőtt, és azóta vezényel át vidékről, vidék alatt az egész országot értem egységeket a budapesti mentés megsegítésére, életben tartására, de ezen kívül más lépéseket nem tesz ami álláspontunk szerint hát egy bizonyos fokú értést és inkompetenciát feltétel az, az ő részükről, hogy egy, egy, most már mondhatjuk, hogy krónikus problémát egyszerűen nem hajlandó helyén kezelni a mentőszolgált vezetése, és egyben a fenntartó sem. Mire gondolok itt? Itt arra gondolok, hogy nyilván elsődlegesen ahhoz, hogy több mentő dolgozót lehessen fölvenni, ahhoz legelső körben a fizetést kell olyan módon rendezni, hogy, hogy Budapesten is versenyképes tudjon lenni a mentőszolgálatnál való munkavégzés. Azt mondhatom, hogy akár egy gépkocsi vezető, akár egy mentőápoló vagy egy mentőtiszt tekintetében a mentőszolgálatnál való fizetésnél jóval magasabb fizetéseket el tudnak érni, akár egy gépkocsi vezető bármilyen más pozícióban gépkocsi vezetőként. A mentőtisztek és mentőápolók pedig jelen pillanatban nagyfokú elvándorlást tapasztalunk az ő körükben, a kórházi osztályokra, főleg a sürgősségi osztályokra a kiemelt pótlékkal rendkívül magasabb fizetést, akár a fizetésük dupláját, és annál is magasabb összeget meg tudnak keresni. Tehát nem versenyképes az OMSZ-nál kapott fizetésük a máshol megkapható fizetéssel, ezért el is vándorolnak, és mivel ez a fizetés ugye nem megfelelő, ezért az utánpótlás pedig nem érkezik, nem megfelelő számban érkezik az utánpótlás, tehát egy, egy, krónikus humán erőforrás hiányjal küzdik a mentőszolgálat, amelyet nem kezel a helyén, a, a meglévő erőforrásait próbálja átcsoportosítgatni, átirányítgatni, és, és így próbálják orvosolni, de, de hát ez is ideig óráig tartható, mert, mert most ugye a nyakunkba kaptuk az ügyeleti ellátás, ugye átszervezése kapcsán ugye az ügyeleti ellátást, és mi van, hogyha ismét beköszön egy Covid járvány, vagy egy ahhoz hasonló járvány tehát egy, egy, fokozott terhelésnek vagyunk kitéve, amelyet megtetéztek az ügyelettel, és bármikor ránk köszönhet egy újabb Covid-járvány, ami, ami pedig teljesen padlóhoz vághatja a mentőszolgálatot. Tehát egyszerűen nem látjuk azt, hogy, hogy távlatokban és, és hosszabb távú megoldásokban gondolkodnának, és ennek a levét mindig a mentő dolgozók isszák meg. Tehát az úgy tűnik, hogy nincsen semmifajta jövőbeni stratégia, arra, tehát egy felkészülés arra az esetre, hogyha tényleg jön nem még egy bármilyen járvány. Nem látunk ilyen stratégiát, nem látunk ilyen felkészülést, konkrétan pedig egyáltalán nem látunk bele a mentőszolgálat ilyen szintű működésében, mivel velünk a legnagyobb szakszervezettől, a dolgozói érdekképviselettől a mentőszolgálat érdemben, hát mondhatjuk, hogy szóba sem áll. Tehát nem, hogy ő megkeresne esetleg minket, hogy egyeztessünk már, mi a véleményetek, titképviselitek mégis a dolgozókat, mondjatok véleményt, véleményezzetek, javaslatot tegyetek bármi. Ha mi szerzünk valamilyen értesülést, és erről kommunikálunk velük, próbálunk javaslatot tenni, kérdezünk, akkor is ilyen, ilyen felemás, lekezelő, félrebeszélő válaszok érkeznek. Tehát nincs meg a megfelelő kommunikáció sem a munkáltató és a szakszervezet között, ami esetleg egy picit előre vihetné a dolgot, mert, mert nekünk sem az az érdekünk, hogy a munkáltatót hátráltassuk, hanem pont az lenne az érdekünk, hogy segítsük olyan dolgokban, ami a mentődolgozóknak is profitot hozhat, vagy, 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 javakat hozhat. Tehát eleve egy kommunikációs hiányosság van, így hát aztán abszolút nem látunk olyan kezdeményezéseket és terveket, amelyek a mentő dolgozók problémáit akár meg is oldhatnák. De talán az egyik legfontosabb kérdések egyike, hogy hány mentő dolgozó hiányzik a rendszerből? Tud ezzel kapcsolatosan számokat, vagy nagyságrendeket? Hát ezzel kapcsolatban mondani. azért nem tudok pontos számokat, mert a mentőszolgálat nagyon nehezen ad ki, sőt, szinte soha nem ad ki nekünk hivatalos információkat ezekről a dolgokról, hiába kérjük. Most nem régiben érkezett illetve nyújtottunk be egy, egy közérdekű adatigényt, és erre érkezett egy válasz, amelynek most van a átolomulása, tehát ugye most próbáljuk áttekinteni, hogy akkor pontosan hogy is állnak ezek az adatok, amelyeket a főigazgatóság nagy nehezen végre kiadott nekünk, úgyhogy erre most ebből a részből hivatalos információt nem fogok tudni önöknek adni. Amit viszont el tudok mondani, az a, az a bajtársaink, a tagjaink, a mentődolgozók folyamatos visszajelzései, amelyek ugye érkeznek hozzánk, és, és ezek mind-mind ezt támasztják alá, hogy, hogy kritikus helyzetben, vagy legfőképp Budapest ebből a szempontból, ugye a humán erőforrás szempontból, tehát nincs elég dolgozó, nincs egy futó mentőautó, és ezeknek a dolgoknak az összességéből arról, amit az elején említett itt a az úr, hogy ugye többször kell telefonálni egy, egy mentőautó várakozása közben, hogy oda érjen a mentőegység. Hozzáteszem a mentőszolgálatnál, jelen pillanatban nincs is olyan opció, hogy négy óra múlva küldjünk mentőt, mert ugye azonnalos mentőküldés van, vagy pedig két órán belüli mentőküldés van. Tehát a legrosszabb, a hátrép esetben is két órán belül oda kellene, hogy érjen egy mentő. Tehát ez is azt mutatja, hogy, hogy, hogy humán erőforrás hiány van, és, és ennek a nem megfelelő menedzselése okozza ezeket a rendszer szintű problémákat, amelyek a végén mindig a mentő dolgozón csattannak, mert a mentődolgozó fog végezni egy feladattal, megkapja a másik feladatot, hogy azt nem tudja, hogy azt mikor vették föl, ő rögtön oda megy a helyszínre, ahova küldik, és ott találkozni fog az ingerült beteggel, vagy a hozzátartozóval, aki ezzel fogadja, hogy már négy órára várom önöket, holott ő mit sem tehet erről a dologról. Tehát ő rajtuk csattan, ez, a, ez az inkompetens, hozzá nem értő, vagy nem is tudom, nem törődöm hozzáállás, amit a, a mentőszolgálat vezetésétől láthatunk. Említette, hogy az ország gyakorlatilag teljesen más pontjairól is vezényenek Budapestre egységeket. Ez nagyjából hogy számszerűsítve mit jelent? Tehát, hogy, hogy tudom, Nógrád megyéből is simán fölküldenek egy, egy kocsit, hogy ez szükséges? Ez azt jelenti, itt, itt sem tudok számszerűsített adatokat megadni, mert nem állnak ezek a rendelkezésünkre. Amit viszont tudunk, ismét csak ugye a bajtársunk beszámolóiból, az az, hogy az egész országból tervezetten jönnek föl autók, tehát úgy van már eleve tervezve, hogy, hogy, hogy Pest megyéből tíz autó jön föl, Nógrád megyéből három, most csak abszolút hozzávetőleges és, és kitalált számokat mondok. Tehát le van tervezve, hogy mi az az autópark, amit bekér Budapest ugye, az országból arra, hogy, hogy működjön a budapesti mentés és a mentési helyzet alakulásával történhet még olyan, hogy a mentési helyzet úgy alakul, hogy akkor azt mondja a szolgált vezető, hogy jó, akkor Nógrádból jöjjön még egy autó, Pest megyéből jöjjön még két autó, Györmoson Sopronból jöjjön még három autó, akik ugye ott teljesítenek szolgálatot, mert, mert Budapesten a, olyan a mentési helyzet, akkor még, még hívjunk fel autókat. Tehát van egy tervezett része ennek, és van egy ilyen mentési helyzettől függő része is. Csak akkor gondolom értelemszerűen azok a kocsik viszont onnan, abból a megyéből, hogy a részből hiányozni fognak. Tehát hát igen, mert meg... ugye van egy szervező level az országos mentőszolgálatnak, amiben megvan adva, hogy melyik mentőállomáson milyen mentőegységek teljesítenek szolgálatot. Feltételezhetjük ezt a szervezőlevelet, ezt, ezt ugye átgondoltan és, és ugye az igények megfelelő felmérésével állították össze, tehát tudták azt, hogy mondjuk Győrbe 10 mentőautó kell, Debrecenbe 12, Szegedre meg 8, most megint csak valamit mondtam, tehát ezek nem konkrét adatok. Tehát tudták azt, hogy oda annyi mentő kell ahhoz, hogy ott el látni a megfelelő feladat mennyiséget, és a mentés biztonságban lesen. Na most, hogyha ezekből az autókból kettő, négyet, akármennyit onnan elveszünk, egyértelmű, hogy akkor az onnan hiányozni fog, az ott maradottakra jóval nagyobb terhelés fog hárulni. Tehát úgymond egy, egy budapesti probléma így ki tud gyűrőzni szépen az egész országra. Említette a mentőállomást, és ezzel kapcsolatban eszembe jut, hogy az egy dolog, hogy sajnálatos módon alacsony fizetésekről és akkor akut ugye, humán erőforrás problémáról van szó, de hogy azok a bajtások, akik ugye jelenleg szolgáltat teljesítenek, és mondjuk még nem hagyták el a pályát, ők milyen munkakörülmények vagy körülmények között dolgoznak a mindennapokban? Hát itt a munkakörülmények változatosak. Hál' Istennek vannak olyan mentőállomások, amelyeket szépen forújítottak, új építésű mentőállomások is vannak, tehát mondhatjuk azt, hogy, hogy azért vannak jó munkakörülmények a mentőautókat, ugye most azért azt mondhatjuk, hogy pótolják, tehát folyamatosan érkeznek az új mentőautók. Ezzel kapcsolatban csak tényleg egy gyors megjegyzést, hogy attól viszont hát egy picit ilyen hidegrázásunk van, amikor meglátjuk, hogy egy-egy mentőautót egy állomáson egy, egy, egy teljes küldettség ad át, tehát a polgármester, a helyi képviselő, a régóigazgató, a főigazgató, a sajtómunkatársaitól kezdve a a helyi vállalkozók, mindenki megjelenik, és átadnak egy mentőautót, holott ez egy munkaeszköz, tehát, tehát nem látjuk azt, hogy hogy mondjuk amikor egy, egy nagy gyárban egy, egy új futószalagot átadnak, akkor ott is egy hatalmas ünnepség keretében produkálnák ezt, tehát számunkra ez egy picit visszatetsző dolog, de köszönöm szépen erről csak ennyit. Tehát visszatérve az eredeti kérdéshez, azt kell, hogy mondjam, hogy vannak jó munkakörülmények, és vannak a másik véglet, itt kiemelném például a Szentendrei mentőállomást, amiről már mi is többször ugye szót emeltünk az érdekébe, ahogy gyakorlatilag egy esőnél a dolgozók nyakába csöpörög a víz, és hámlik a vakolat, és ilyen száz éves darabokban linoleumok a földön, és ilyen ilyen kádárkori bútorok, tehát ilyen, ez a véglet is megvan. Tehát két véglet van, vannak a szép új, jól berendezett, akár esetlegesen valamilyen adományozók által megsegített mentőállomások, ahova adományok a útján is kerülnek be, mondjuk bútorok, felszerelések és a többi, és vannak a másik véglet, több ilyen állomás is van, köztük egy ugye kiemelten a szentendrei, ahol ahol pedig borzasztóan meg, nem megfelelő állapotok és, és méltatlan állapotok között kell a mentő dolgozóknak teljesíteniük a, a szolgálatukat, illetve várakozniuk a, ugye a a mentő feladatokra. Akkor lehetséges, hogy most is, amíg éppen beszélgetünk, így pénteken délelőtt lehet, hogy a mostani esőben is éppen áznak ott konkrétan? Hát Tehát igen, ezt... ugye nem is régen tettünk fel erről, és egy, egy videót, amit ott az, egy ottani dolgozótól kaptunk, hogy esett az eső, és egy, egy, egy körülbelül ekkora helység, mint ahol most ülünk, ben három-négy vödörbe és laborba csöpögött a plafonról bele a víz, ki voltak És akkor ott, De ez ott... mióta probléma, és az OMS hát ez nem már, nem ez már évek ez óta a probléma. Uh, ugye már vagy két vagy három éve uh, került felszínre ez a probléma. Mi, mi tavaly is szót emeltünk érte, idén is szót emeltünk érte, tavaly, amikor szót emeltünk érte, akkor akkor utána egy-két hétre a, 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 ugye a helyi parlamenti képviselő, uh, uh, Györfi úr, az a régóigazgató igazgató, mindenki arra kivonult, és hatalmas uh, ünnepség keretében örömhírként közölték, hogy végre elindul ennek az állomásnak a felújítása, sőt építenek még egy állomást ott a Dunakanyarban, ehhez képest eltelt egy év, és is idén ismét jelezték a dolgozók, hogy éppen csöpög a víz a vödörbe a nappali közepén. Tehát egy év alatt igazán semmi nem történt, aztán most megint bejelentették, hogy na most már aztán tényleg, tényleg neki kezdenek. Várjuk nagyon, hogy neki kezdjenek. Ugye többször is említve volt az alulfinanszírozottság, és ezzel kapcsolatban külső szemmel úgy tűnik, hogy hát hosszú ideje lényegében csak ígérgetéseket hallhatunk a kormányzat részéről, hogy a mentő dolgozók béremelésével mi is lesz, és hát eddig úgy tűnik, hogy két lépcsőben tervezik emelni az egészségügyi dolgozók bérét is, és első ütemben a 2023, tehát idén július 1 dátumot jelölték meg, második ütem dátumának pedig a 2024 március 1 elég lesz uh, akkor lépni az ügyben, vagy kitartanak addig a bajtársak? Hát uh, természetesen itt is, uh, ez is egy problémás eset. Első körben ugye láthatunk egy új elemet a, a mentő dolgozók, illetve az egészségügyi dolgozók béremelése kapcsán, mert ugye uh, eddig azért nagyjából konkrét uh, számokat találkozhatunk a béremelés kapcsán. Most előkerült az a, az orvosi átlagbér és a szakdolgozói átlagbér viszonyítása, százalékos viszonyítása, ugye most talán, hát meg nem mondom, hogy pontosan most milyen százalékot lőttek be, ugye a legújabb ilyen tervezetben. Azt hiszem, hogy ez tehát ez az a százalékos arány, ami 37-ről 21-re. Igen, igen, és a, és a cél az, azt hiszem, a. A 39 százalék, vagy a 40 százalék környék, azt hiszem, a célérték. Így van, így van. Tehát már maga a, 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 a ez a törvénytervezet, amit most végrehajtanak, már ebbe a tervezetben is le volt írva, hogy amennyiben nem történik meg az emelés idén januárban, akkor ez le fog esni 21 százalékra. Ez meg is történt. Tehát ők is számoltak ezzel, hogy ez az arány mennyire le fog esni és az egészségügyi államtitkár le is írta a tervezetben, úgy tudom, hogy, hogy hát ezt ez lenne elkerülni, hát nem sikerült elkerülni, tehát leesett ez az arány ugye most 21-re. Tehát alapvetően ez egy új képlet itt, amivel találkozhatunk, hogy itt az átlag bérarányok százalékos hasonlítgatásával próbálják a, a béreket itt most kifejteni, nem pedig ugye a bértábla, ami, ami adott, és annak a esetleg százalékos emelése, illetve forintosított értékekkel találkozunk nyilván hát azért mögött is sejthető valamilyen szándék, hogy, hogy ez így egy, egy új, újfajta elemez így a béremelés kapcsán. Azt gondoljuk, a Magyarország Mentő Dolgozók Szövetség hangot is adott ennek már idén is, hogy, hogy, ennek a béremelésnek meg kellett volna történnie nyilvánvalóan januárban, amikor az orvosok is megkapták. Illetve be is nyújtottunk egy egy kirokozott javaslatot, hogy milyen, milyen béremelést fogad, fogadható el a mentődozók részéről, amelyre természetesen ismét egy ilyen mondjuk úgy mellébeszélő választ kaptunk, amiben megköszönték a javaslatunkat, biztosítanak róla, hogy várják máskor is az észrevételeinket. Tehát nagyon urvárias gesztus volt az a levél, de érdemi tartalma semmi nem volt. Úgyhogy azt mondhatom, hogy az eddigi béremelést is mi inkább bérfelzárkóztatásnak neveznénk, mert mert a mentő dolgozók, kifejezetten a mentő dolgozók bére azt gondolom soha nem ért el azt a szintet, amelyet el kellene, hogy érjen, vagy el kellett volna, hogy érjen, vagy pedig mondjuk viszonyítva az Európai Uniós országokhoz akár el kellett volna, hogy érjen a mentő dolgozók bére. Ezáltal most, hogy még, még nagyobb lett a, 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 a különbség, ugye mondjuk maradjunk ennél az átlagbéres viszonyításnál, tehát 21 a lett az orvosi, Alapbér, átlag alapbérnek a szakdolgozói átlag alapbért, ez azért, ez azért eléggé bántja, úgy gondolom, a bajtásokat. És hát lássuk be, pénzből élünk, tehát mindenki a saját pénztárcáján tapasztalja azt, hogy hogy míg tavaly vagy tavaly előtt 1000 forintból három kegyere tudott megvenni, most már csak kettőt vagy mondjuk egyet tud megvenni. Ezt mindenki a bőrén érzi. Ez mindenki a bőrén érzi, és mi nekünk ez a fontos, tehát mi nem a százalékos arányt, meg, meg, meg ezeket a százalékokat nézzük, hanem azt nézzük, hogy a mentő dolgozó hogyan tud megélni az ő béréből, és egyre nehezebben tud megélni, és, és nyilván ígérettel a padlás tele, hogy majd ekkor, meg akkor, és majd ennyi és annyi, amit ugyancsak nem látunk előre, ez pontosan forintban mit fog jelenteni ez az idején, illetve a jövőre tervezett uh, emelés. Úgyhogy, úgyhogy mi, mi, ezzel foglalkozunk, és nekünk ez a mérvadó, hogy a mentő dolgozó hogyan jön ki a béréből, és nyilván egyre nehezebben a jelenlegi inflációs és gazdasági helyzetet figyelemben ö, tartva egyre nehezebben jön ki a béréből a mentő dolgozó. De akkor tulajdonképpen önök ö, pontosan milyen bérszínvonalat tartanak kívánatosnak? Tehát, hogy erről van-e valami konkrétum? Ö, ö, igen, igen, ez a, ez a, amit említettem az imént, ez a, ez a, tervezetünk, amit benyújtottunk az államtitkárságnak, ez tartalmazza szakdolgozói szinten 50 százalék, tehát maradva ismét csak ennél az átlagbéres százalékos aránynál legalább az 50 át az orvos átlagbérnek tartanánk elfogadhatónak, illetve mentőtisztek esetében, akiknek ugye a kompetencia szintje, itt mondjuk kifejezetten az orvosi ügyeleti ellátásnál ugye nagyon-nagyon hasonló az orvosi kompetencia szinthez, tehát majd, hogy ugyanazt a munkát, nem ugyanazt, de majdnem nem ugyanazt a munkát végzik, jelentősen kevesebb bérért. Tehát az ő, az ő esetükben pedig azért egy ilyen 70-80 százalékra szeretnénk a, a, a bérarányt föl, fölvinni. Ez lenne a részünkről elfogadható, de hát úgy néz ki, hogy egyelőre kormányzati oldalon erről nincs nincs nyitottság. Még csak tárgyalási szinten sem, tehát tárgyalásig sem tudunk eljutni, esetlegesen, hogy tudjunk erről tárgyalni egy asztal mellett senkivel. Tehát küldenek egy, egy ilyen, amit az előbb említettem, egy ilyen udvarias, lerázó levelet, és akkor ennyivel le is van tudva. Közben viszont egyébként egyre többet hallani arról is, hogy ugye miután az orvosok megkapták a, a béremelésüket, azért ez egy jelentős bérfeszültséget okoz a többi egészségügyi dolgozó körében. Tehát ezt, nem tudom, erről önök mit tudnak, mi meg tudják ezt erősíteni? Hogy... Hát megmondom őszintén, itt a mentőszolgálaton belüli helyzetről, mi ezt nem mondhatjuk el, tehát nagyon kevés orvos dolgozik a mentőszolgálatnál a kivonuló orvos, és azért a mentőszolgálatnál ugye, ugye egységekben dolgozunk, tímekben dolgozunk. Hál' Istennek azért azt mondhatom, hogy a bajtársak között jó az összetartás ilyen szempontból, tehát nyilván nem, nem, értesültünk ilyesmiről, hogy, hogy esetlegesen munkahelyeken vagy, vagy egységeken belül feszültség lenne ebből, de alapvetően nyilván a feszültség megvan, abból a tekintetből, hogy, hogy nyilván egy, az egészségügyi ö, dolgozók, egy rétege, ugye az orvosok milyen béremelést kaptak, és a, a, másik réteg, amiben beletartoznak a mentő dolgozók, és mi pedig miért kapunk, vagy, vagy, nem is kapunk. Tehát ez egy alapfeszültséget nyilván azért szül. Terveznek-e valamilyen olyan eszközhöz folyamodni, akár demonstráció, vagy, vagy bármi hasonló, amivel megpróbálják kikényszeríteni és érvényre juttatni a, a jogos követeléseiket, mind a, a megbecsültség, a munkakörülmények, a bérkérdés és, és a minden más hasonló témában. Végeztünk egy felmérést nemrégiben, pontosan ezen okok miatt a mentő dolgozók körében. Fölmértük a hajlandóságukat az ilyen megmozdulásokban való részvételre, és, és azt kell, mondjam, hogy jelentős többségük támogatná, illetve részt venne egy ilyen megmozduláson tehát körülbelül ilyen, két kétharmad, három megyedük a, a, dolgozóknak részt venne akár egy tüntetésen, akár egy törvényes keretek között megtartott demonstráción, vagy pedig ö, hát ugye a sztrájk az, az, nálunk nagyon összetett dolog, konkrétan szinte majd, hogy nem, nem is lehet ugye a törvényhozás ugye úgy, alakította ki, de azért, azért, ennek is megvan a, a, a megfelelő formája, amelyet, amelyet mi is meg tudunk valósítani. Úgyhogy felmértük az igényt, az igény, illetve a támogatottságot. A támogatottság úgy néz ki, hogy megvan a mentő dolgozókban, és folyamatban van, illetve már hamarosan el is készülünk a, a tervezettel, hogy, hogy milyen eszközöket fogunk tudni mozgósítani a céljaink elérés érdekében. Úgyhogy itt vannak talomban az eszközök, ezekről most én nem szeretnék többet mondani, nyilván majd amikor Ezeket alkalmazni fogjuk, akkor közölni fogjuk az ezzel kapcsolatos tudnivalókat. Nem szeretném előre elsütni a puskaport. Esetleg annyit elárul még, hogy egyeztetnek-e más egészségügyi szakszervezetekkel? E, igen, ez is, ez is folyamatban van, illetve ez is megvalósulni látszik, illetve kapcsolatban vagyunk más egészségügyi szakszervezetekkel. E, egyeztetjük velük a a terveinket, ők is folyamatosan fölmérik az, az, ő támogatottságukat, illetve az ő hajlandóságukat, és, és ez az eszköz is rendelkezésünkre, más szakszervezetekkel összefogva cselekedjünk. Még egy hát nem szorosan az önök munkához kapcsolódik ez a, vagy tartozik ez a kérdés, de szeretnék kitérni arra, hogy, az egészségügyi kormányzat már egyetlen létezik ilyen, az egyik legújabb terve a, ugye a szakrendelők államosítása. Mi foglalkoztunk ezzel a témával, megszólaltattunk például Kunesz Zsombort, de ért polgármesterét is, Csőzik László urat, és hát ők egyintetően azt mondják, hogy alaphelyzetben, egy ideális esetben ezzel nem lesz semmi gond, hogy az állam működtesse ezeket, a, ezeket az egészségügyi intézményeket, viszont jelen helyzetben ez a beteg biztonságot veszélyeztetné, az ellátás biztonságot. Önöknek mi a véleménye erről a tervezetről? Ugye hát, mi ebben nem, nem, nem vagyunk részesei ennek, úgymond. Tehát ugye a szakrendelők és az alapellátás és si, ennek ez a rész az alapvetelátásnak minket nem érint, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ebben nem, tudok, nem tudom sem megerősíteni, sem cáfolni ugye az előbb elhangzott urak állítását. Ugye mi az ügyeleti ellátásban, ugye az alapellátásnak egy másik része, mi ugye abban vagyunk most érintettek, és ennek az átszervezése kapcsán jelentősen érintve vannak a mentő dolgozók is. Hát itt azért, itt azért sok aggályos dolog van, itt, itt ennyit tudnék mondani, hogy azzal kapcsolatosan sok aggályos dolog van, akár főként a mi szemszögünkből a mentő dolgozók tekintetében, de ha egy picit távolabbra tekintünk, akkor nyilván a betegek tekintetében is. Köszönjük szépen Lengyel Tibornak, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hallgatóinak pedig köszönjük szépen a figyelmet. Búcsúzik a lózunk két műsorvezető, Kárpáti Lóránt Máté, Sziasztok. Én pedig Sándor Zoltán voltam. Sziasztok!